sokan kérdezik, hogy mivel különb a 90 napos program, mint más programok, vagy más esetleg termékkel foglalkozó üzletek. Azért a program a neve, azért 90 napos programblokkok a neve, mert azon felül, hogyha valaki valamilyen tünettel keres meg bennünket, akkor mi soha nem a tüneteket úgymond kezeljük. Hát hogy is jönne az a szó is, hogy kezelés, vagy gyógyítás? Tehát ez távol áll. Egyszerűen a mi közösségünk azt csinálja, hogy megpróbáljuk egymás tapasztalatával kideríteni az adott személynek, hogy miért is jelentkezett ez a úgynevezett fájdalom. Általában fájdalommal jönnek az emberek, hogy ez is fáj, az is fáj, meg ilyen tumor, olyan tumor, és akkor persze, amikor mondjuk, hogy te tudod, hogy ez miért alakult ki, és akkor nagy szemekkel néznek, hogy hát nem tudják. És akkor, na gyere, mutatunk olyan embereket, akik már megtudták, hogy ez miért alakult ki, nálad is hasonlót kellene csinálni. Körülbelül ugyanazt kell, ugye, aki mert tudsz azonosulni, ugyanazt a programot kipróbálni, és akkor mindjárt működik. De hangsúlyozom, nem gyógyítás folyik, hanem egyszerűen önmagunk megismerése, és vannak olyan természetesen gyorsítósávnak nevezem, amivel gyorsabban lehet a legújabb orvosi tudományokat felvonultató terápiás dolgokkal gyorsan lehet eredményeket elérni. Értitek? Tehát nekem azt tetszik ebbe az egészbe, és itt lehet azt mondani, hogy azzal különb, hogy nem terápiáról van szó, hanem, hát ilyen, hogy is hívják, ez komplementer medicína. De ez még mindig magyar lehet, hogy nem érti. Tehát magyarul egy olyan dologról, ami egy összetett kiegészítés ahhoz, hogy az ember megtalálja önmagát. Hú, milyen jó megfogalmaztam, de körülbelül erről szól a dolog. Gyakorlatban hogy megy ez? Tehát ha valakinek valami macerája van, és mondjuk megkeres bennünket, akkor mi mindig mondjuk, hogy oké, voltál orvosnál? Voltak diagnózisok? Voltál esetleg természetgyógyásznál? Szedtél valami gyógyszert, illetve eddig milyen eredményeket értél el? És hogyha ezek így okék, akkor arra rá tudunk épülni, és tudunk olyan embert mutatni, aki már hasonlóba küszködött. De ha nincsenek meg ezek, csak úgy adhok jelleggel jönnek az emberek, mi mindig azt mondjuk, hogy oké, kell egy orvosi diagnózis, esetleg több orvostól is, kell esetleg egy természetgyógyászati szakvélemény, de tényleg nem Kóklertől, hanem Profitól, illetve nekünk is vannak olyan intézményeink, ahol ezt megcsinálják, tehát jó diagnózist tudnak felállítani, illetve már el is indult egy jó kis nem terápia, hanem egy program, ugye a 90 napos program. Tehát erről szól, illetve ezzel különb az egész dolog. És itt van egy érdekes pici dolog, amit így zárójelbe teszek, hogy én azt látom, hogy mi nálunk megtanulnak az emberek először adni. Ugyanis ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy működjön jól mondjuk egy ilyen program, hogy először meg kell tanulni az adókapásnak a úgymond törvényét, vagy misztériáját, ha lehet ezt így mondani. És akkor sokan így kerek szemmel néznek, hogy micsoda, először adni kell. Igen, először adni kell mondjuk a közösségnek. Nem pénzt, hanem egyszerűen, hogyha elindulnak például a jó változások, azok nem szabad magunkban tartani, hanem megosztani a közösség tagjaival, mert arra az információ nagyon sokat tud segíteni egy olyan embernek, aki esetleg még nem tudja, hogy miről szól a dolog. És ezért van az, hogy minket így egy kicsit ilyen csudabogaraknak tartanak, mint hogyha ilyen emberkísérleteket csinálnák, pedig nem erről van szó, hanem egyszerűen tesztelők vagyunk, tesztelünk bizonyos anyagokat, bizonyos működéseket, és ezt osztjuk meg egymással, nem tudom, ezt így értitek-e. Tehát ezzel különb a 90 napos program, mint az, hogy most szedd, aztán majd milyen jó ki fog nőni a harmadik lábad is, meg mit tudom én, milyen szuper ember leszel. Egyébként majdnem, hogy így van, de mégsem. Úgyhogy ha bővebben szeretnétek ezekről a dolgokról hallani, és ezek már minden poklót megjártatok, és még mindig nincs meg a megoldás, akkor keressetek bennünket, illetve azokat az embereket, akik most ideírják azt, hogy én már tudom a titkot, és oda teszik az elérhetőséget. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel a mindennapos tréningeinkre,
és hát ha neked is, nektek is tudunk ezzel segíteni, tehát én már alkalmazom is az adás törvényét, adom az információkat, adom a lehetőségeket, hát ti is ebbe fogtok belecsusszani, hogyha hallgattok ránk, illetve bíztok bennünk. Sziasztok, az erő legyen veletek, és minél hamarabb találkozunk. Sziasztok!